sok hatás alatt vagyok, megmondom őszintén, egyszerűen nem tudom, hogy mi volt a játékosokkal. Úgy látszik, hogy ez a szombati mélytalaj ennyire még bennük lett volna. Nem tetszett, ahogy mozogtunk. Lassan gondolkodtunk, lassan mozogtunk, nem voltunk dinamikusak, valószínűleg ez egy fizikai fáradtság. Ennek ellenére összességében azt gondolom, hogy vezettünk 2-0-ra, egyszerűen utána értetetlen, ami történt. Tehát ami utána történt, az megint pontrugásba kapunk olyan gólt, amit százszor lebeszélünk, tehát igazából úgy nagyon nagy helyzetre lehet, hogy velem van a baj, nem emlékszek, de ettől függetlenül ilyen játékkal egy pontot se érdemeltünk volna ma. Én azt gondolom, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, akármilyen állapotban vagyunk, hogy az ellenfelünk így ma fölénk nőjön, főleg a második fél időben, úgyhogy az egy szerencsés történet volt, hogy most ebből jól jöttünk ki, mert nyilván kellettünk hozzá, hogy nem futballoztunk jól, a cserék nem tudtak hozzátenni semmit, sőt, úgyhogy én azt gondolom, hogy a másik fél időben sokkal jobb voltak hozzá, és gratulálok nekik a játékhoz, remélem kitart nekik szombatig. Mi meg remélem, hogy feljavulunk, mert így nem fogunk pontokat szerezni.